Hörher Ferenc vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutató professzora és a Filozófiai Intézet tudományos tanácsadója. Itt, mint ennek a könyvsorozatnak a társszerkesztője, illetőleg ezen könyveknek az ajánlója szereplek, és nagy örömmel mutatom be Réti Zsoltot, a kötetnek az egyik fordítóját is. Én két angol száz könyvet fogok itt fölvezetni, vagy ajánlani. Az egyik egy brit, a másik egy amerikai kötet, Iris Murdoch és Martha Nussbaum, a kortárs filozófia két meghatározó alakja. Nagyon hasonló sok szempontból az érdeklődésük, hiszen az esztétikát és a mondjuk így morálfilozófiát kapcsolják össze a gondolkodásukban. És azért az első kérdésem az lenne, Zsolt, hozzád, aki ugye Iris Murdochkal a doktori tanulmányait során elég behatóan foglalkoztál. Tehát, hogy látod te ezt a viszonyt a morálfilozófia és az esztétika között? Mi adja ezt az összefüggést? Miért kellene az esztétikát, mint a morálfilozófia szempontjából érdekes történetet bekapcsolni? Hogy látod ezt az összefüggést Murdoch életművében? Egyik legalapvetőbb kérdés talán Murdochkal kapcsolatban, ugyanakkor az egyik legnehezebben megválaszolható, amin folytonos viták zajlanak, tekintve, hogy Murdoch nem csak filozófus volt, hanem 26 regénynek a szerzője, és sokkal előbb volt sikeres regényíróként, mint filozófusként. Tehát ő maga is nyilvánvalóan bőségesen ad muníciót ahhoz, hogy erről beszélni tudjunk, akár csak arra azt hiszem sokat idézett kijelentésére gondolunk, hogy a szépséggel való találkozás az egyik legalapvetőbb belépő a jó életbe, és mint ilyen egy paralleljét adja a jónak, a jó olyan szempontból, vagy olyan értelemben sohasem kézzelfogható, mint mondjuk egy szép tárgy. Murdoch kerekperet tagadja, hogy az ő regényeinek bármi köze lenne a filozófiájához. Ez azért érdekes, mert a regény szereplői ugyanakkor igen gyakran filozófusok, egyszerűen ő ezt a közeget ismerte, hogy a kanti fenséges fogalmat kiterjeszti a regényre, mint a tragikus emberi létezésnek a megjelenítésére. És ugye hát ez egy egyértelmű kapcsolat a kettő között, az, hogy kap a fenséges egy ilyen etikai vonatkozást. Ez a törekvés, amit ezen három esszé megfogalmaz, arra vonatkozik, hogy hogyan lehet számot vetni az emberi élettel, hogyha a világháborúhoz hasonló borzalmakra kell számítanunk ebben az életben. És hát valamilyen értelemben erre próbál fogódzóként megoldást adni a jó fogalmával, mint ami valamilyen értelemben mégiscsak támpont lehet az emberi életnek. És akkor itt azt a kantiánus diskurzust, amire eddig utaltál, hogy a szép az valamilyen értelemben a jónak a megnyilvánulása, azt hát próbáljuk visszakeresni egészen akár Platónig, aki ugye ezzel kapcsolatban egy erős állítást fogalmaz meg mondjuk a Lakomában. Másfelől meg nézzük meg ennek a metafizikai jelentőségét mondjuk Simone Weilnél. Hogyha ezt a két hívónevet hallott, hogy Platón és Simone Weil, akkor hogyan kell őket belelátnunk, vagy visszakeresnünk a Murdoch féle etikában, a jó uralmában? Ja, Murdoch még a brit gondolkodónak ahhoz a generációhoz tartozott, akik mondjuk így klasszikus műveltségre tettek szert. Tehát ő ugye Platont is eredetiben olvasta, de kifejezetten nem szerette, amikor egyetemista volt. Ugye ő ifjúkorában kommunista volt, aztán ettől életének későbbi szakaszaiban egyre jobban eltávolodott. Platonra úgy hivatkozik, mint egy úgymond reakciós
szerzőre, és tulajdonképpen Simone Weil révén fedezte föl újra magának, tehát lehet azt is mondani akár, hogy Murdoch Platónja, Simone Weil Platónja. Az oxfordi analitikus filozófiának a híve, vagy ebben képződik, mint filozófus. Hogyan kerül a képbe egy ilyen misztikus katolikus filozófus számára? Ez egy nagyon érdekes folyamat lehetett, ugye, amiatt is, amit Simone Weilről úgy általában lehet tudni, hogy rendkívüli érzékenységgel rendelkezett az emberi nyomorúság, az emberi szenvedés iránt. Ugye, biztos, hogy ez volt, amit Murdoch keresett. Hiába volt ő fiatalon kommunista, ő azért egész életében valamilyen módon a kereszténységgel való kiegyezést kereste, vagy valami, hogy mi az, ami megtartható a keresztény gondolkodásból. És itt válik érdekessé Simone Weil amiatt, hogy Murdoch végül is úgy tudta beilleszteni a saját gondolkodásába a misztikus tapasztalatot, hogy egyfajta ilyen egyes szerzők által ilyen önellentmondásos szekuláris miszticizmusnak nevezett valamit alkotott meg. Murdoch a misztikus gondolkodást egy nagyon is élő dolognak tartja, és az emberi állapotra adott egyik legjobb reakciónak, amit adhatunk. Tehát Isten nélküli varrás szeretett volna, amiben van talán némi naivitás, de mondhatjuk, hogy ez amit ő Simone Weilből kihozott, az egy erre irányuló, elég erőteljes próbálkozás.